A Röpülők felnőtt amatőr röplabda csapat egy edzésen jártunk a napokban. Kezdjük egy rövid visszatekintéssel. A formáció 2023. májusában alakult azzal a céllal, hogy sport és edzés lehetőséget biztosítson a röplabda sport szerelmesei számára. A hobbi csapat a közösségi médiában hirdette meg a kezdeményezést, s mint arról Kovács Blanka beszámolt, közel 100-an jelezték a részvételi szándékukat. Tavaly októberben már forgattunk a csapattal, azóta is működnek, egyre többen vannak, és immáron heti 2 alkalommal sportolnak a Hildi iskolában, illetve a Petőfiben. Szerencsére folyamatosan nő a csapat létszáma, nem egy konkrét fix számmal játszunk, nem mindenki tud mindig jönni, de ez nem is probléma, ugyanis nagyon vegyes a csapatunk. Vannak ügyesebb, kevésbé ügyes játékosok, de nem is probléma, mert tényleg nem azért vagyunk itt, hogy mindenki profi játékos legyen, hanem csak a röplabda szeretete és a mozgás szeretete köt össze minket. Egy nagyon jól összekovácsolt csapat lettünk szerencsére. Annyi változott a fél év óta, hogy most már heti 2 alkalommal járunk össze. Egyszer itt vagyunk a Hild iskolába, hétfőnként pedig a Petőfi iskolába 2 órán keresztül. A Röpülőknél nincsenek elvárások, mindenkit szívvel várnak, legyen szó veterán sportolókról, lelkes amatőrökről, vagy szimplán a mozgás szerelmeseiről. Nem várunk el semmit, nagyon örülünk mindenkinek, aki jön. Semmi. Az se probléma, hogyha nincs 100%-osan tisztában a röplabda szabályaival. Szerencsére tényleg egy nagyon elfogadó közösségünk van. Senkit nem cikizünk, senkivel nem vagyunk ellenszenvesek. Elmondunk mindent, ha kell, akár többször is. Nem azért jöttünk létre, hogy ilyen kemény iskolai keretek között itt szabályokat alkossunk, hanem hogy csak egy jót szórakozzunk és mozogjunk együtt. A csapat változó létszámmal látogat el egy-egy edzésre, ám egy valami közös a játékosokban. Szeretnek röplabdázni. Szakszon Attila például fél éve csatlakozott a gárdához, pedig neki sem volt röplabdás múltja, a középiskolai éveket leszámítva. Már lassan fél éve, tavaly novemberben csatlakoztam, és hát azért is, hogy tudjak sportolni, meg a társaságot kerestem. A játékos nagyon jól érzi magát a csapat kötelékében. Elmondása szerint mindenki segítőkész, nagyon jó a hangulat, s bár vegyes a társaság, mindenki tud érvényesülni az edzéseken, s persze tanulni is lehet. Nagyon sokat, meg a társak is nagyon segítőkészek, tehát én is ide kerültem, nyilván volt egy alapom, de aztán szóltak, hogy kicsit így tartsam a kezem, így adjam a labdát, tehát azért jelentős a fejlődés, én úgy gondolom. Lényeg a lényeg, a sportot nem csak profi szinten lehet űzni, a Röpülőkhöz pedig bárki csatlakozhat, hiszen a gárda folyamatosan várja a sportek szerelmeseit. Jelentkezni pedig a Facebookon lehet, a külön erre a célra létrehozott csoportban.